A Magyar Hollywood Tanács 2018-as első rendezvényén vagyunk, Gál Franciskáról emlékezünk meg. Február 1-én született Tabánban, Budapesten. Most ugyan a 6. kerületben vagyunk, de a hangulat tabáné. Gál Franciska a magyar filmművészet egy speciális színésznője, akinek magyar, német, amerikai, hollywoodi és orosz vonatkozásai vannak. Nem véletlen, hogy néhány filmjének a feliratán orosz cirill betűket látunk. Sajnos Franciska William Foxhoz hasonlóan elhagyatva halt meg. Szegény házból vitték ki a temetőbe. Ezzel együtt nekünk emlékeznünk kell rá, ezt teszi a Magyar Hollywood Tanács. Az idén számtalan, nagyon-nagyon fontos rendezvényt fogunk tartani. Cegléden átnevezzük az Uránia Filmszínházat, George Pál Filmszínházra, folytatjuk a Zsigmond Vilmos sztorit, újból lesz operatőr-alkotó táborunk, számtalan magyar származású filmessel emlékezünk meg. Azt hiszem, kiállítások, események, kiadványok gazdagítják majd ezt a témát. Magyar Hollywood Tanács nem tart attól, hogy nem lesz elég anyag, hiszen most már 500 fölött tartunk azoknak a magyaroknak a megszámlálásával, akik Hollywood magyar gyökereit jelentik. Ilyen volt Gál Franciska is. A Magyar Hollywood Tanács újabb rendezvényén Gál Franciskáról volt szó, és egy újabb izgalmas életutat ismerhettünk meg. Egy olyan kivételes életpályáról van szó, ahol a művésznő több közönséget is meghódított a magyar színházakban, a német mozikban, Ausztriában, az orosz közönség is a szívébe zárta, és még egy rövid hollywoodi kitérő is belefért három film erejéig az 1930-as évek végén. I want to wear more beautiful dress than hers. I want to sparkle in more beautiful jewels than she has. I want my hair so lovely, hers will look like hay. I want to be so grand and shiny, he won't even look at her, but I won't lie. I want to make him love me. Az, hogy ennek a sikertörténetnek nem lett folytatása, számos rossz döntés eredménye egy olyan életútban, ami talán maga is filmre kívánkozik. A filmarchívumban dolgozva találkoztam Gál Franciska nevével. Annyit tudtam róla, mint ma a legtöbb ember. Magyarországon nem sokat. És akkor betoppant egy orosz asszony, aki Gál Franciska iránt érdeklődik, és rajta keresztül megismertem Magyarországon akkor még élő unokahúgát Gál Franciskának, illetve a ma is élő unokahúg lányát, Boros Juditot. És hozzám került Gál Franciska hagyatéka.
Természetesen egy ember egy ilyen kincshez jut, akkor erőt vesz rajta valami felelősség, érzet, és annak a vágya, hogy gazdagítsa ezt a gyűjteményt. És hogy kutattam Gál Franciska életében, akkor valami egész elképesztő sors tárult föl. Az ellentmondások, a végletességek, a csúcsok és mélységek olyan dinamikája, amihez fogható kevés van, ha van egyáltalán még párja. Ugye hollywoodi sztárság gig jutott a hihetetlen magyarországi sikert után, és aztán a éhhalál vitte el tulajdonképpen 72-ben. Élmény volt a ma este, egy csodálatos társaság verődött össze, és érdekes módon egy olyan személynek a munkásságát, a történetét, a művészetét vett elő, amiről a legtöbb ember, aki ide érkezett, nem is nagyon tudott, de érdekelte. Gál Franciska nevét, ha megkérdezném, 1000 emberből talán 2-3 mondja. És a Magyar Hollywood Tanács Bokor Balázs érdeme, hogy megint egy olyan estét varázsolt, ami mutatja a magyar tehetségnek az egyetemes érvényességét, és a Panoráma Világklub örömmel működik együtt a Magyar Hollywood Tanáccsal, azoknak az életműveknek a feltámasztásába és továbbvitelébe, amelyek azt gondolom az egyetemes magyar kultúrának a értékeit gazdagítják. És hát sok-sok tervünk van erre az évre. Nagy Lócon Rózsa Miklós 3-szoros Oscar-díjas emléktábláját avatjuk május 20-án a Magyar Világtalálkozó keretében, és mindenbe partnerei vagyunk, amelyet a Magyar Hollywood Tanács kezdeményez. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt lehettem, és várjuk az újabb lehetőségeket és fejleményeket. Nagyon régóta keresek kapcsolatot olyan csoporttal, vagy olyan emberekkel, akik segítségemre lehetnek Gál Franciska feltámasztásában. Ez a szörnyű állapot, ami most van, hogy emlékezetéből is kitörölte a hazája ezt a csodálatos művészt, vagy feltámasszuk. Most már a hazai élete nagyjából világos, remélem, hogy meg fogom tudni írni a könyvet, és akkor be tudom fejezni, és akkor ez majd mindenki megismerheti, de az amerikai sorsáról, életéről nagyon keveset tudok, és nagyon nehéz a szálakat összeszedni, összegyűjteni. És amikor hírét vettem, hogy alakult egy ilyen társaság, magyar Hollywood társaság, hát gondoltam, hát ez nekem alakult. Ez azért csinálták, hogy én oda menjek, és Gál Franciskát megpróbáljuk együtt megkeresni, összeszedni, lehetek minél többet róla, és közösen a közönség elé tárni kiállításképpen, megemlékezésekkel. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, és remélem, hogy tényleg folytatni tudjuk ezt, és minden reményem valóra válik. Warten alle auf das große Glück, was auch geschehen mag. Man kommt ja doch zurück zum kleinen Mädchen mit dem treuen Blick.